Bontják az egykori szott szállót a Rózsadomb oldalában. Luxus lakások lesznek a helyén. Az átalakítás során 7 méterrel megtolják az épület magasságát. A Budapest Világörökség Alapítvány nem szeretné, ha ilyen méretben és ilyen funkcióval épülne vissza a hatalmas ház, ezért jogi lépéseket terveznek. Szemerkélő esőben is dolgoznak a munkagépek az egykori rózsadombi szott szállónál. Már eltűnt az évtizedeken át sorsára hagyott épület egy része. Jogerős építési engedély birtokában 100 lakásos lakóépület lesz a helyén, amelyet 7 méterrel magasabbra húznak a visszabontás után. A Budapest Világörökség Alapítvány az engedélyek ellenére sem kezeli lezárt ügyként a beruházást. Pert fontolgat, mert az épület monstrum ugyanúgy rontani fogja a budai látképet, mint üresen hagyott elődje. A legközönségesebb városi funkció a lakóház. Ez nem érdemel meg egy ilyen kiemelt méretet, egy ilyen különleges helyen. Ez a Rózsadombnak egy kis oldalsó pereme, mindenhonnan látszik, a Gellért téről is látszik ez az épület. És a budapesti világörökségi városképbe egy teljesen indokolatlanul nagy ház ezen a ponton. A terület már nem része a világörökségnek, de együtt látszik a budai világörökségi panorámával. November végén Budapestre látogat az UNESCO szakértői missziója, hogy itt tájékozódjon, milyen túlméretes épületeket tervez még a főváros. Az épület szottszállónak épült még a 70-es évek elején. Rendszerváltás utáni története összekapcsolódott az egyik legnagyobb 90-es évekbeli sikkasztási ügyjel, a Globex botránnyal. Még a 2000-es években is hozzányúltak. A kerület egykori polgármestere Horváth Csaba egyetért azzal, hogy végre kezdjenek valamit a szellemszállóval. Ha ma a budaiak oda fölnéznek, vagy a pestiek leginkább, mert az ő látképüket zavarja legjobban, akkor azt látják, hogy egy nagyon csúnya épület torzó szennyezi Buda látképét, és ehhez képest azt kell, hogy mondjuk, majdnem, hogy bármi szebb és jobb lesz, mint ami ma ott van. A beruházó Váberer György miniszterelnöki megbízott érdekeltségébe tartozó Rózsadomb Panoráma Kft. Őket nem értük el, a kivitelezést Garancsi István cége, a Market Zrt. Kapta.